koraszülöttek világnapja, minden tizedik gyermek koraszülött hazánkban, ez a statisztika megyénkre is jellemző. Kerékpárút felújítás, 500 millió forintból újítják fel Baktalóránt háza meglévő kerékpárútját, illetve további szakaszokat is építenek hozzá. Válaszol okosan plakátkampány, a megfelelő betegellátási hely kiválasztását segítenék, valamint a sürgősségi osztályok túlterheltségét is csökkenteni szeretnék a kampánnyal. Minden tizedik gyermek koraszülött hazánkban. Ez a statisztika Szabolcs megyére is jellemző. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Évente mintegy 450 újszülött igényel koraszülött intenzív ellátást a József András Oktatókórházban. November 17-e a koraszülöttek világnapja. Ebből az alkalomból különböző családi és szakmai programokat szerveztek Nyíregyházán szombaton. Évente körülbelül 5,500 baba születik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 100-ból 10 koraszülöttként. Közülük általában 2-3 igényelnek koraszülött intenzív ellátást, így mintegy 450 babát kezelnek az osztályon egy év alatt. Ma már olyan modern orvostechnológiai eszközökkel és gyógyszerekkel rendelkeznek a József András Oktatókórházban, hogy a nagyon kicsi súlyú koraszülöttek 95%-át életben tudják tartani. A 21. századi felszereltség és kiemelkedő szakmai stáb ellenére évente 6-7 koraszülött életét már nem tudják megmenteni. A nagyon kicsi súly az 1000 g alatti koraszülötteket jelenti. Az 1000 g fölötti koraszülöttek kezelése ma már rutinszerű, közölte dr. Dicső Ferenc. Hozzátette, ők általában már semmiféle károsodást nem szenvednek. Az 1000 g alatti koraszülöttek esetében viszont vannak kockázatok, szemmegbetegedések, halláseltérések és időnként idegrendszeri megbetegedések is kialakulhatnak. Az 1000 g alattiak az körülbelül a 26.-27. gesztációs hét alatt született koraszülötteket jelenti. Tehát ez egy nagyon fiatal terhességi után megszületett koraszülött betegcsoport. Akik nagy valószínűséggel, ma már sok kutatás igazolja, hogy azért születnek meg, mert valamilyen mélyen belüli fertőzés éri a fejlődő magzatot. Ez a fertőzés főleg a női nemi szervek környékéről, a húgyutak környékéről vándorol fel a mély üregébe, és ez indítja be a koraszülést. A főorvos ezért azt tanácsolja, hogy a várandóság alatt minden kismama figyeljen a megfelelő higiéni szabályok betartására, mert ezzel megelőzhető az igen kis súlyú koraszülött babák megszületése. November 17-e a koraszülöttek világnapja. Ebből az alkalomból Nyíregyházán is különböző programokat szerveztek. A Lógjunk Anyuval tánccsoport bemutatójával indult a nap a belvárosban. Ezután a város alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket, aki beszédében megköszönte dr. Dicső Ferenc munkáját, ugyanis az osztályvezető főorvos hozta létre a kórház koraszülött intenzív részlegét, majd egy jövő tavaszi emlékmű állítást is bejelentett. Érkezett tavaly egy felajánlás az önkormányzat számára, és jövőre ennek a családnak a kérésére az önkormányzat megcsináltatja az északi temetőben, a morgóban a meg nem születettek emlékművét, nagyon szép kis angyalos szoborkával, hogy legyen mindenkinek egy olyan helye, ahol hivatalosan, nem hivatalosan, de el tud helyezni egy szál virágot, tud gyertyát égetni azokért a picikékért, akiknek ez nem sikerült. A korzó második emeleti függő folyosóján Hidiné Oszlánszki Tünde, Pici Tündérek című fotókiállítását is megnyitották a koraszülöttek világnapján. A járási központ megközelíthetőségét és a turizmus segítését szolgálja a Baktalóránt házán pénteken indult beruházás. 500 millió forintból újítják fel a település eddigi kerékpárútját, illetve további szakaszokat is építenek, amelyekkel a környező településeket, Petneházát, Nyírjákót és Nyírkércset kapcsolják össze Baktalóránt házával. 3 kilométer hosszan vezet be a kerékpárút a 41-es főúttól Baktalóránt háza központjáig. Az útszakasz meghatározó a város közlekedésében, hiszen sokan két keréken teszik meg a munkába, iskolába vagy ügyintézéshez szükséges utat naponta a településen. Az út minősége azonban az évek során jelentősen leromlott, ezért most már elengedhetetlenné vált a felújítása. A meglévő belterületi kerékpárutunk több mint 20 esztendős,
természetszerűleg kopott, elhasználódott, az akkori szabályok szerint épült, ami már nem felel meg a mai szabványoknak, ezért vált a 3 km belterületi szakasz felújítása szükségessé. Új kerékpárutak alapkövét teszik le Baktalóránd-háza központjában. A régi, meglévő kerékpárút idáig vezet a 41-es főúttól, innen pedig összesen több mint 4 km hosszan, most két új kerékpárút visz majd tovább a környező településekre. Van egy hivatalos kifejezés, ez az úgynevezett hivatásforgalmi kerékpárút definíciója, amelyik egy adott központi település megközelítését szolgálja, nem gyalogosan, nem gépkocsival, hanem kerékpárra, hiszen azt gondolom, hogy az itteni települések, ami Baktalóránd házához tartozik, nem nagy távolságok vannak, ebben éppen Petneházát, Nyírjákot és Nyírkércset kötjük be, illetve Baktalóránd házának egy részén felújítjuk azt a kerékpárutat, hogy a város túlsó sarkából is biztonságosan tudjanak jönni az emberek. Tehát ez a fajta szolgáltatás nyújtása, mint járási központnak a feladata, ehhez nyújt most egy infrastruktúrális hátteret. A kerékpárutak felújítása és építése azonban nem csak a járási központok megközelítése szempontjából fontos a megyében, hanem turisztikai célokat is szolgál. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy olyan megye, amely rengeteg látnivalóval bír, és akkor tudunk igazából eredményeket elérni, hogy ezeket a látnivalókat úgy tudjuk megmutatni, hogy az a kerékpáros társadalom számára is teljesen elérhető legyen. Ez a beruházás ezt a célt is nagyban fogja segíteni, és emellett, amint említettem, a hivatalos forgalom szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bír, nem csak itt Baktalóránd-házán belül, hanem azokon a környező településeken is, amelyek be lesznek kapcsolva ezzel a kerékpáros vérkeringésbe, és biztos vagyok benne, hogy ez a beruházás nagyban fogja segíteni a kerékpáros barát megye célunk megvalósítását. A kerékpárutak felújítását és kialakítását 500 millió forintból valósítják meg a településen, és várhatóan 2019. június végén veheti majd használatba a lakosság azokat. 270 ezer aláírás gyűlt össze eddig az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért. A kezdeményezést Hatházi Ákos indította, amihez a Momentum is gyűjti az aláírásokat országszerte. Szombaton Nyíregyházán várták a támogatókat. Babosi György helyi elnök a párt sajtótájékoztatóján azt mondta, megyei szinten is több ezeren csatlakoztak aláírásukkal a kezdeményezéshez. Nemes Balázs, a Momentum szóvivője kiemelte, 1 millió állampolgár támogatását szeretnék elérni. Országosan a legutóbbi szám, amit én hallottam az Ákostól, az a 270 ezer volt, azt hiszem. Úgyhogy jó úton vagyunk a 300 ezer felé. Én azt gondolom, hogy most van ugye november közepe, szerintem ez a szeptember, egy kicsit későn kezdték, hogy szeptember közepi kezdéshez képest, szerintem ez egy nagyon szép szám 2 hónap alatt országosan, és igazából most kezd még fölpörögni, tehát még most is folyamatosan vannak emberek, akik hozzák be az íveket. A megfelelő betegellátási hely kiválasztását segíti a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Gyógyszerészi Kamara Válasszon okosan nevet viselő kampánya. Plakátokkal és szórólapokkal segítenek abban, hogy a különböző egészségügyi problémákkal kihez kell fordulni. A kampánnyal a sürgősségi osztályok túlterheltségét is csökkenteni szeretnék. Fejfájás vagy ízületi fájdalom? Akkor elegendő a gyógyszertár. Tartós lázas állapot vagy bizonytalan mellkasi panasz esetén viszont a házi orvosi ügyelet a megfelelő irány. Országos betegtájékoztató kampányt indított a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Gyógyszerészi Kamara a gyors és hatékony betegellátás érdekében. A Válasszon okosan elnevezésű kampány plakátjain és szórólapjain, rajzok és ábrák segítségével arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy milyen panaszokkal hova fordulhat a lakosság. Orientálja a betegeket, hogy különböző sürgősségi ügyeleti kórképekkel hova jussanak el, hiszen elképzelhető, hogy a betegeknek nincsen elég ismerete, vagy a tüneteit nem tudja kellően jól megítélni, és már akár egy alacsony ellátási szinten is megoldást találhatna a panaszaira. Gondolok itt arra, hogy egy egyszerű légúti panasszal lehet, hogy elég lenne bemenni a gyógyszertárba. A tájékoztató kampány azért is fontos, mert a sürgősségi osztályok betegforgalmának nagy része nem indokolt, olyan eseteket is el kell látniuk, amelyek nem odavalók. Ez pedig elveszi a figyelmet és a kapacitást a valóban rászorulóktól. Mondhatjuk, hogy tűzoltás, hiszen az akut és azonnali problémákra próbálunk valamilyen a saját eszközeinkkel megoldást találni, hiszen az igazi megoldás az lenne,
hogyha már az iskolában, az óvodában az egészséges életmódot, az egészségfejlesztést, az egészségtant be tudnánk emelni a tantervbe, és ezt oktatni tudnánk. A gyerekeink tisztában lennének a szerveikkel, tisztában lennének azzal, hogy egy egyszerű kórképre egy lázat hogy kell csillapítani, vagy különböző panaszaikkal hova tudnak fordulni, esetleg milyen öngyógyító technikáik lehetnek, egyáltalán egészségtudatosak lehessenek, tartsák meg magunkat az egészségben minél hosszabb ideig. Ez ott kezdődne az iskolában, meg az óvodában, de hát most ez egy másik történet. Itt most arról van szó, hogy egy felismert akut problémát, hogy az ügyeleteknek és a sürgősségi osztályoknak nagyon magas a látogatottsága, ezt valamilyen módon a betegek tájékoztatásával orvosolni tudjuk. A kampány tesztüzeme Nyíregyházán volt, most azonban országos méretűre bővült. A nagyobb méretű plakátokat rendelőkben, kórházakban rakják ki, a szórólapokhoz pedig a gyógyszertárakban lehet majd hozzájutni, illetve különböző kormányhivatalokba is szeretnék eljuttatni azokat. A tervek szerint a kampányt bővíteni is szeretnék egy weboldallal, ahol egy helyen gyűjtenék össze az ellátóhelyeket, és egy térképes kereső segítene a gyors megtalálásukban. Január 1-től az összes fogyasztói tej áfája 5%-ra csökken, közölte Hart Zoltán, a Tejszakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezetője a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A 2017-es áfaváltozás csak a hűtött tejeket érintette. Az ultramagas hőmérsékleten kezelt tejek kimaradtak a csökkentésből. Mint mondta, a döntés következtében akár véglegesen eltűnhetnek az olyan import UHT tejek, amelyek áfacsalás gyanúja miatt jelentősen olcsóbbak a hazai termékeknél. Hozzátette, sajtból és vajból viszont még mindig jelentős az import, ezért fontos, hogy a vásárlók tudatosan válasszanak a boltok kínálatából. Ma Magyarországon majdnem minden ötödik lánygyermeket molesztálnak, valamint 5 és 20 ezer közöttire tehető azon nők száma, akik szexuális kizsákmányolásnak esnek áldozatul. Hangzott el a megyei rendőrfőkapitányságon a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából rendezett megemlékezésen. Az előadásokban az is elhangzott, azért nehéz pontos számadatokat gyűjteni, illetve az eseteket kezelni, mert még mindig számos eset rejtve marad a szégyenérzet vagy a félelem miatt. A lánygyermekek közel 5%-át éri szexuális bántalmazás napjainkban, ezek 3/4-ét a szülők követik el. A gyermekkorban elkövetett erőszak nem csak rövid távon okoz fizikális sérelmet, hanem az áldozatok életét hosszú távon meghatározza, az egész személyiségüket érintő következményekkel jár. Erről a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából a megyei rendőrfőkapitányságon rendezett megemlékezésen beszéltek. Az előadások során elhangzott, a gyermekkorban elkövetett erőszak olyan traumákat okozhat, mely az áldozattá vagy éppen a bántalmazóvá válást mozdíthatja elő később. Ez tulajdonképpen a fejlődési traumatizáció zavar nevű diagnosztikai kategória, amely a legújabb klinikai diagnosztikai rendszerekben megjelenik a bántalmazott személyeknek a tulajdonképpen a pszichés tüneteinek a leírására, amely egyrészt az érzelmi szabályozás zavarát, másrészt az önértékelési zavart, harmadrészt pedig mondjuk a figyelem szabályozás zavarát foglalja magában. Odalépett hozzám. Megkérdezte, hogy vagyok. Tetszett nekem. Jóképű volt és figyelmes. Felajánlotta, hogy hazakísér. Elfogadtam. Kisfiam segít felhívni a figyelmet a nők szexuális kizsákmányolására. Ez is része a Nemzetközi Migrációs Szervezet és az Országos Rendőrfőkapitányság közös kampányának, mely az emberkereskedelem visszaszorítása érdekében indult. A szexuális kizsákmányolás ennek jelentős részét teszi ki. Ma Magyarországon a becslések szerint 5 és 20 ezer közöttire tehető azon nők száma, akik érintettek ebben. Azt látjuk, hogy többféle korcsoport is van, ami megjelenik ebben a műfajban sajnos, de akár már 13-14 éves kortól, mondjuk 20 éves korig van az első korcsoport, amire nagyon le kell figyelni, és aztán 30 fölött van egy másik korcsoport, amit látunk, itt is előfordul a szexuális kizsákmányolás. De alapvetően nem is annyira a korcsoport a lényeg, mint inkább a társadalmi helyzet, ami ebbe a helyzetbe sodorhatja az áldozatokat, illetve egy gondolatunk a tartós munkanélkülségre, a kiszolgáltatottságra, a kilátástalanság különböző aspektusaira, hiszen ezek azok a tényezők, amik az embereket ebbe az irányba viszik, és kényszerként megjelennek ebben a helyzetben.
Pontos adatok nincsenek az esetek számát illetően, a nők elleni erőszak még mindig számos esetben rejtve marad a hatóságok elől, a félelem vagy a szégyenérzet miatt. Szabolcs-Szatmár megyében éves szinten körülbelül 10 000 bűncselekmény történik. Családon belül erőszak, hát ez egy viszonylag kis szegmense, nyilvánvalóan a látenciának is köszönhető. Hogyha számszaki adatokkal is szolgáltatok, akkor azt megállapíthatjuk, hogy az elmúlt évben 1100 családon belüli erőszakról volt tudomásunk. Most ez volt, ami bűncselekmény volt, ami ettől kisebb tárgyúsúlyú cselekmény volt. Ebben az évben 600-as nagyságnál tartunk. Tehát az látszik, hogy ugyan még az évnek nincs vége, de azért az előző évhez képest az valamivel kevesebb lesz ez a szám. A szakemberek szerint a nők ellen elkövetett erőszak visszaszorítása érdekében nem elég az elkövetők megbüntetése, fontos a családi és társadalmi szintű megelőzés, valamint a média értékközvetítő szerepének is jelentős szerepe van. Vendégsikerrel zárult a labdarúgó megyei első osztály őszi zárófordulójának rangadója, a Nagyhalász 1-0-ra nyert Ibrányban. Győzelmével a Nagyhalász a tabella élére ugrott, 2 ponttal megelőzve az Ibrányt. A harmadik helyen a Nagyecset tölti a téli szünetet. Az Éllovas fogadta a második helyezettet, ráadásul több évtizedes múltra tekint vissza a két szomszédvár vetélkedése, így minden adott volt ahhoz, hogy igazi rangadót láthassanak a szurkolók. Azaz nem egészen minden, mivel az Ibrányból meghatározó futballisták sora hiányzott, és mindkét csapat játékosain érződött az őszi szezon terhelése. Ennek ellenére becsülettel gyűrték egymást a felek, érezhető volt, hogy egy találat eldöntheti a 3 pont sorsát. Ezt a gólt a Nagyhalász szerezte, így a vendégszurkolók ünnepelhettek a 3-as hívszót követően, míg a szezon végére elfogyó ibrányiak annak örülhettek, hogy véget ért a bajnokság első szakasza. Azon múlott az egész, hogy azok az emberek, akik ezt a futballt igazán tudják játszani, különösen a támadó harmadba, azok nem játszottak ma. Nem hiszem, hogy valamelyik csapat életében előfordul az, hogy egy szezon végére ilyen fontos meccsen 7 ember nem tud játszani. A múlt héten egy 16 éves gyereket kellett beállítani, most sérülten Nagy Dávidot, amint megszerezték a gólt a halásziak. És azt hiszem, hogy az is példátlan, hogy 24 óra elteltével két játékosnak eltörik a lába, egynek elszakad a szallagja. Én azon csodálkozom, hogy egyáltalán még az 15. fordulóban versenyben voltunk az első helyért. Most, hogy másodikok vagyunk, ez számunkra, legalábbis én szerintem ez egy óriási eredmény. Tavaszra föl fognak épülni ezek a játékosok, ki fogunk egyenesedni, és megint versenyben leszünk a bajnoki címért. A vendégek edzője szerint egyenlő erő küzdelméből a szerencsésebb csapat került ki győztesen. Igazából mind a két csapaton látszott, hogy idény vége van. Fáradt volt mind a két csapat, főleg az első fél időben. Talán egy helyzet, egy szerencsésen eltalált lövés, de még egyszer mondom, se futballba, se erőnlétbe nem voltunk jobbak ellenfelünknél. Hál' Istennek mi találtuk ezt a szerencsés gólt, és ezzel az ére tudtunk ugrani. A forduló további eredményei a következők: Kisvárda 2 Tarpa 1-1, Tiszakanyár Tiszavasvári 3-0, Nagyecsed Nyírgyulaj 0-1, Gyulaháza Máté Szalka 1-0, Mándok Baktalórendháza 2-0, Fehérgyarmat Csenger 1-2 és Balkány Vásáros Namény 2-3. A tabella élén a 32 pontos Nagyhalász áll, megelőzve a 30 pontos Ibrányt és a 29 pontos Nagyecsedet. A bajnokság február 23-án folytatódik a megyei első osztályban. 10 korosztályban mintegy 250 fiatal futballozik a GFS-e Oros színeiben. Az utánpótlást nevelő egyesület célja az, hogy játék lehetőséget biztosítson a városrész és a környékbeli települések fiataljai számára. 10 évvel ezelőtt alakult meg a GFS-e, amelynek színeiben ma már mintegy 250-en rúgják a labdát. A családias hangulat fontosságát hangsúlyozó egyesület a 7 éves korosztálytól az U19-essel bezárólag működtet csapatokat, amelyek a Bozsik programban és az MLS által szervezett bajnokságokban szerepelnek. Mivel több az utánpótlásból kiöregedő játékos kérte, idén ismét elindították a felnőtt csapatot is, amely a megyei első osztályban szerepel. A vezetők az edzők számára szervezett előadások is igyekeznek segíteni a szakmai munkát végzők fejlődését.
Jelen pillanatban 11-en vagyunk, tehát egy korosztálynak csak egy edzője van, tehát nincs olyan, hogy két korosztályt visz. Egyedül a kicsiknél az U7 és az U8-as csapatnál ott van egy edző, mert ott kevesebbek a gyerekek, de a többi korosztály minden csak egy edző tartja a foglalkozásokat, vezényli az együttest. Úgyhogy jó úton haladunk, tudjuk, hogy nem könnyű, de bízunk benne, hogy tényleg amit elterveztünk, azt meg is tudjuk majd valósítani. A legutóbbi előadást Feckó Tamás, az NB1-ben második helyen álló MTK Budapest trénere tartotta. A megyéből induló szakember arról beszélt, hogy lehet a pályán kívül is közösségé kovácsolni egy csapatot. Nagyon sok időbe telik, hetek, hónapok munkája. Ugye a szürke hétköznapokat néha felváltják ezek a csapatépítő programok. Ugye két hónap ezelőtt itt a Grund FC-nél arról beszéltünk, hogy építjük az MTK-nál a játékot a pályán, most pedig a pályán kívül, hogy építjük a csapatot. Mind a Tiszadok ifi csapatomnál, mind a MB3-ban, Nagyecseden, vagy Balmazújvárosban is nagyon nagy hangsúlyt fektettem erre. Nagyon sokat vagyunk együtt az öltözőn kívül is, a gokart, karaoke, vagy különböző versenyek. Ugye matek tanára vagyok, ezért valamikor matek versenyek is vannak, úgyhogy nagyon sok olyan program, ami összehozza a társaságot. Fecskó István elmondta, a jövőben is szerveznek hasonló rendezvényeket a náluk dolgozó szakemberek számára. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. November 17-e a koraszülöttek világnapja. Minden tizedik gyermek koraszülött hazánkban. Ez a statisztika Szabolcs megyére is jellemző. Évente mintegy 450 újszülött igényel koraszülött intenzív ellátást a Józsa András oktatókórházban, ahol a nagyon kicsi súlyú koraszülöttek 95%-át már életben tudják tartani. A járási központ megközelíthetőségét és a turizmus segítését szolgálja a Baktalúránd házán pénteken indult beruházás, amely keretében mintegy 500 millió forintból újítják fel a település már meglévő kerékpárútját, illetve további szakaszokat is építenek hozzá. Ezáltal a környező településeket, Petneházát, Nyírjákót és Nyírkércset kapcsolják össze Baktalúránd házával. Országos betegtájékoztató kampányt indított a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Gyógyszerészi Kamara a gyors és hatékony betegellátás érdekében. A Válaszon okosan elnevezésű kampány plakátjain és a szórólapokon rajzok és ábrák segítségével arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy milyen panaszokkal, hová fordulhat a lakosság, valamint a sürgősségi osztályok túlterheltségét is csökkenteni szeretnék. Önök a Kölcsey Televízió iradóját látták november 19-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk esővel. A Kárpát-medence időjárását döntően egy mediterrán ciklon alakítja. Kedd estig hazánk fölé több hullámban nedves, eleinte hideg, majd egyre enyhébb levegő érkezik. Az előttünk álló éjszaka többnyire erősen felhős lesz az ég. Eső, havas eső, havazás eleinte még előfordulhat. A keleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. Reggelre általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég. A déli óráktól egyre több felé lehet számítani esőre. Délutánra 4 fokig emelkedik a hőmérséklet. Meleg fronti hatás van térségünkben. A következő napokban nagy részt erősen felhős vagy borult lesz az ég, de a hét közepén megszűnik a csapadék. Pénteken és szombaton napközben kevés napsütés is lehet, majd vasárnaptól ismét több helyütt eleredhet az eső. A hőmérsékletben nem várható jelentős változás.